Itt vagyunk a fővárosban, hát egészen pontosan a belvárosban, a Vámház körút 11-ben, hát és itt van a paradicsópince, ami egy különleges élményt nyújthat nem csak a betegeknek, nem csak azoknak, akik légúti betegségekben szenvednek, hanem talán az egészségeseknek is, hiszen ebben a belvárosban olyan levegő van, hogy mindenki erre most már lassan rászorul. Lehet, hogy egy kicsit nehézkés megtalálni, de mindig itt van a bányász, aki mindig jelzi, hogy itt van a lejárat akkor a sópincében. A paradicsom sóbánya ugye 250 éve már működik. Mivel a Kárpát-medencében ez a leghíresebb, legismertebb sóbánya, ezért természetesen mi is ennek a sóbányának a termékeit, ennek a natúr sóját hoztuk ide. Ugye paradicsom sópincének neveztük el, hiszen a benne lévő 50 000 kiló az teljes mértékben paradicsom natúr só. Amint itt látszik, itt több százféle akár sótermékről is beszélhetünk, és hát ezen belül is talán a kősóval kellene kezdenem. Ez a kősó 400 méter mélyről teljesen természetes módon kézzel válogatva kerül felszínre, és hát ebből készül gyakorlatilag az összes többi termék. A paradicsom étkezési só, ugye teljesen natur, adalékmentes, hát 1000 évig gyakorlatilag ezt fogyasztottuk. Ebből az étkezési sóból most nemrégiben került piacra néhány fűszersó, hagymával, fokhagymával, különböző zöld növényekkel készül, illetve a füstölt só, amely egészen kuriózum, illatán is egészen jól érződik a friss füst. Következő kategória a fürdősó, ez a natúrfürdősó. Ma már nagyon sokféle vegyítési lehetőség van, különböző gyógynövényekkel, vagy egyszerűen csak illatosító anyagokkal készülhet még jó néhány fajta fürdősó. Érdekes és keresett termék a sószappan. Ez a sópárna, amit ugyanúgy, ha felmelegítünk sütőben, és hozzáteszünk bárhova fájó testrészünkhöz, tehát fülünkhöz, veséhez, vagy ugyanúgy az ízületekhez, hogyha rátesszük, akkor fél órán belül ennek már a jótékony hatását érezzük. Nagyon sok minden van még. A sócsokoládétól egészen a bányában érlelt borokig. Itt vannak a sóvidéknek gyakorlatilag minden hegyi gyümölcse, erdei gyümölcse, illetve tejái is. A paradicsom sópince úgymond sóterápiás termeibe vagyunk, úgymond már minden sóból van. A földet is leszórtuk paradicsomsóval, minden köbméter levegőben majdnem 1 g-nyi só van, több ezer kicsi részecske formájában, és minden olyan sórészecske, amit itt az itt létünk alatt, az 1 óra, 2 óra alatt belélegzünk, gyakorlatilag ez jelenti ezt az úgynevezett sóterápiát. Hála Istennek ez majdnem ilyen 80-85%-ban megközelíti az itteni levegő a sóbányának a levegőjét. A gyerekek részére külön ki van alakítva egy rész. A maga az egész terápiának az a lényege, hogy minél jobban egymást követő napon, legalább 5-6-10-szer, naponta legalább 1 órát itt legyenek ebben a környezetben, minimum 1 órát. Nyugodtság, kiegyensúlyozottság van ebben a helyiségben. Mindig mondják is a vendégek, hogy ez a nyugalom szigete, tehát ezért is érdemes a sóterápián kívül idejönni. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit a paradicsom sópincében.